Nevedet? Lackó Sándorné, lánykori nevem Nagy Erzsébet. Jó. Hát amikor mi ide eljöttünk, a testvérem közvetlen szomszédom, a másik szomszéd később jött, és akkor vittem át itt a süteményt, meg a kisbaba, ugye három lánya van neki, és akkor a második lány akkor született, mondtam neki, hogy remélem, hogy jól működik a kapcsolat, nekik állatok voltak, figyeltem, hogy esetleg a kertbe ne menjen, de ment, nem szóltam, nem veszekedtem, ha posta jött esetleg, nem hallottak, vagy nem csengettek, nem volt csengőjük, akkor szívesen átvettem, vagy gyümölcsöt én szoktam adni, ő neki meg például olyan, hogy foglalkozott tyúkokkal, állatokkal, adott egy pár darab tojást, tehát ilyen a szomszéd. Nagyon jó. A fiatalok úgy vannak, hogy amit a szülőtől tanul. Ha tudja, hogy az kedves, és akkor a vendégét úgy fogadja, vagy szeret adni, vagy ebből a gyümölcsből, vagy most disznót vágtunk, vagy most keresztelő volt nálunk, vagy most volt egy összejövetel születésnapi tortából, elszaladok, és akkor viszek a szomszédnak, ott van egy kisgyerek, akkor a lányom ezt tanulja tőlem, és ezt viszi át. A lányom is ugyanolyan jó szívű lesz, mert azt látja, hogy jaj, egy kis falatot, csak egy keveset, jöttem a lagziból, bepakoltak. Úgy szoktak mondani, hogy küldönek a lagziból ilyen kóstolót. Akkor elszaladok 2-3 szelet süteménnyel, hogy én lagziba voltam, és akkor ez örül, legközelebb, ha ő is elmegy egy ilyen rendezvényre. Valahova azon van, hogy vissza tudja adni. Ha nincsenek jóba a szomszédok, én pedig jóba vagyok a szomszédokkal, több oka lehet. Például olyan, hogy az állatok átmennek a telekén. Tehát átmegy a tyúk, átmegy a kacsa, átmegy a kutya esetleg, macska. Vagy pedig olyan, hogy van az állattartásnak egy kis illat. Vagy pedig a telkén, hogy enyém 20 centivel több, enyém 50-nel másképp szántottál, ezen összejöhetnek például. És azon is összejöhetnek, hogy esetleg este egy kicsit elbeszélgetnek a kertbe, vagy az udvaron, és meghallottak valakiről valamit. Bizalmasat, de azt már elmondják egymásnak, és egy pletyka is kialakul. Olyan oka is lehet. Ez a haragoka. Ez a harag, ez is a harag oka egyébként. Meg a megbocsájtó, ők nem bocsájtanak egymásnak, nem szólnak egymáshoz, keresztbe tesznek esetleg, ha jön valaki hozzájuk, azért se szólnak, úgyhogy vannak ilyen dolgok sajnos. Ezek az ellentétek egyébként ki? Én nekem erre nincs haragosom. Én minden szomszéddal ezre köszönő viszonyban vagyok, de csak egy szomszédba járok, a testvéremhez járok be, itt lakik a húgom. Ezeknek csak akkor szólok, hogyha valami esetleg kerestek, vagy ilyesmit nem haragszunk, beszélő viszonyban, vagy kijön a virágokat öntözni, megkérdezem, hogy esetleg hogy van, nem-e beteg. Tehát a szomszédokkal erre mindenkivel nagyon jóba vagyunk. És kölcsönös. Nagyon sok esetben kibékíthetetlenek, mert még van köztük egy postás, ezt úgy mondjuk, aki ad-vesz, ezt elviszi ebből a szóból, megbízik, más tesz hozzá, beszélgetnek. Van olyan, hogy akár évekig eltart a harag. Aztán, ha van sajnos egy temetés, vagy egy esküvő, az egy boldogság, akkor ki szoktak békülni esetleg a szomszédok. Nagyon tenni és ápolni. Önök mit tesznek? Hát például én szoktam kedveskedni a szomszédnak, ha lányomék eljönnek Békéscsabáról, esténként vagy húst sütünk, vagy bográcsolunk babgulyást, és a szomszédnak viszek egy kis tányérkat, vagy csütök jó túrós lepint, 2-3 szelet süteményt viszek, vagy csütök fankot, én szoktam süteményeket, vagy ha vágunk disznót, egy kis kóstoló, egy pici abarolt szalonna, tepertő, hozzá egy kis kása, egy kis pecsenye, és akkor az ember egyből ugye másképp, ő aztán gyümölcsel esetleg viszonozza. A tányér az nem jön üresen vissza. Nagyon szépen. Ha én hétvégén túróslepint sütök, túróslepint, vagy kalposztás haruskat, vagy lecsosat, mert a haruska többféleképpen jó lecsos haruska. Sőt, a krumplit annyira nem reszelem le, és akkor úgy csinálom, hogy akkor még ugyanúgy, hogy paprikás krumplis haruska is legyen, dedelle, helőke, én megfogom, azt a szomszédnak egy kis tanyírba elviszem, örül neki, ő meg viszonozza, vagy gyümölcsöt ad, vagy azt mondja, hogy hát most vágtam egy csirkét, viszél belőle egy kis cirkecombot, vagy pedig ugye én nekem most jelenleg nincs házi pálinka.
ad egy félitérnyi pálinkát, nagyon finom pálinkája van, és én azt megköszönöm, viszont hozzá a szívességét. Nagy Lajosné vagyok. Varsomba születtem, mint ahogy mondtam, a Vetyarhegyen. Hát az a legfontosabb, a szeretet, de viszont vissza is kapom, és a megbizalmam, az is megvan, és akkor az, hogy ne beszéljünk a szomszédokról, nem szoktam a szomszédokról beszélni. Senkinek. Én azt úgy nézem, mintha közeli rokon volna, a szomszéd. Most feleljek. Úgyhogy én a Betyarhegyen születtem. Ötödik lakhelyem van most. És ott is kegyetlen jók voltak a szomszédok. Meg volt a szeretet, meg volt a bizalom, és meg volt a segítő képességű. Hogy kell viselkedni egy szomszédnak, hogy jó legyen a kapcsolat? Egy elsősorban a szeretet legyen. Aztán a segítőképesség és bizalom. Minden szomszédban öt helyen laktam, de minden szomszédban ugyanezek megvoltak. Tessék már kiemelni néhány példát, hogy mondjuk a bizalomra mi utal? Hát ugye az első szomszédomban édesanyom még rimócik voltak mind a ketten. És ő nekik ugye csak a férjek után volt. Úgyhogy nagyon tartottuk a kapcsolatot. Mint testvérek, mint ketten voltunk, ők négyen voltak. És az édesapja 44-ben az erdőn meghalt. Elment fájé, és belevágott egy gyaknap, és meghalt. Ugye ő nagyon tartotta ahhoz velünk a kapcsolatot. De most 1919-ban mind a négy gyerek él. Szoktak adni a szomszédnak? Ott milyen segítséget? Ma. Ott olyan segítséget adtak a szomszédok, mikor szültem az utolsó lányomot, édesanyom nem volt otthon, se a férjem. Szóltak a szomszédasszony, és azt telefonált a mentőnek. Egy órakor, 65-be. 65. január 30-án. Úgyhogy minden segítséget. Az öcsém beteg ember volt, azt mindig szolgáltak, 42 évig volt beteg. És mindig szolgáltak a szomszédok. Mert én kijöttem az ifjúság sorra lakni, és a családom is itt lakik. A két lányom, ahol most vagyunk, az egyik itt, a másik szomszéd. És itt is nagyon jók a szomszédok. Itt is. És bízhatunk mindegyikbe, mert ha lányom elmegy a lányomhoz, én bemegyek a Dózsa György útra, ugyanúgy vigyáz a portára, mint a lányom, a szomszédom, a szomszédjaim. Úgyhogy nagyon segítőképesek. Hát még ide se költöztünk. Aki most nagyon sokat segít rajtunk, Csizmadia Pista. Együtt volt a telek, 73-ban, már ott megkeresett, hogy ugye írjunk alá, hogy ők építessük. Hát persze, hogy alá írtunk. Mikor mink építettünk, ő is megint viszonyozta. Úgyhogy mai napig mindenbe segít. És amikor már az építkezés az építkezés elkezdődött, tetszettek egymásnak segíteni? Úgynevezett kalákában, nem tudom, hogy hívják erre fel. Ők segítenek a szüre. Hát ez amikor én segítek neki, ő segít nekem hát házat építeni. Két lagzi volt anyunak, falusi lagzi, ott is Pista, Saltörcsinalmasban, mindjárt, meg ilyenben. Akkor voltak a lagzik, voltak a lagziaim, a szomszédok segítettek, mert nekem ugye rimócon voltak a rokonjaim. Úgyhogy
őre jók voltunk, meg a régi szomszédra. Szita Jánosné, Széchen Belaki, urastunk meg az, ő neki a szüleje, aki a Kaponkánál lakik, Marsamban ott laktak, az régi szomszédom, az Almékben volt, ő csinálta a túróslepényt. Ő volt a gazdaszom. A második lakziba, ott még milyen ízi, piroska vörüke. Piroska. Széchenyi. Na akkor még csak állítani, hogy hát azért ez egy, ki legyen egyenlítve. Hát, ugye a szomszéd asszonynak, Csirmadiak piroskáiknak volt három gyerek, Ripropránnek születtek, 4 év alatt a 3 gyerek, és ha lehetett, hát elszaladt valahova az asszony, ugye a fél dolgozott, ő szülésén volt, hát azért hallottam neki a gyerekeket. Na, de most azért bizonyodok az ő gyereke is. Még most is segítenek rajtam, mert bizony, mikor én az ifjúság soron vagyok, ott van Marian, levisz a paluba kocsival. Na, hogyan lehet megszerezni a bizalmat, meg a szeretetet? Hogyan lehet azt egymás között kialakítani? Hát úgy, hogy ugye, minkor gyerekek voltunk, nem loptunk el egymástól semmit. Az is egy fontos. Ez volt a bizadalom. És amikor felnőttek voltak? És felnőttünk, és legyüttünk az Almékbe lakni. Itt már szeretettel vártak bennünket a szomszédok. Nem úgy volt, mint most, hogy az Almékbe Dózsa György útnak hívják, hogy itt ott van a ház. Akkor tömivel volt a ház. És ott is, mai napig, ami most van évszak, 2019, mai napig nagyon jó kapcsolatban. És segítenek most is ott a mostani szomszédok. Tessék szívesen elkíteni. Szemüveg nélkül, én nem látok szemüveg nélkül, mert lát szemüveg nélkül. Sőt, a YouTube-on, hogyha úgy van, vagy például ilyen zonkúr, de nagyon ügyes asszony. Még okos, olyan, most is azt mondta, hogy a bizalom meg, hogy nem tegy kas. Hát ez nagyon fontos, mert én kiteríték valakinek mindent. Mindegy, egy pillanatra, jó? Egy pillanatra lesz, és akkor... Ugye láttad, hogy én vagyok. És mama, bátlattalak, bejalmodtam veled, Józsi. Igen. Itt is te vagy, itt. Ez hologői templom. Kucsar József megosztott egy bejegyzést. Boldog születésnapot Erzsébet. Ugyanaz. Boldog születésnapot Erzsébet. Tudom, hogy most... Stebuno, nem nagyon látom pontos. Még az atya, biztos. Nem baj, jó van, sem baj. Már most erre nincs szükség egyébként. Az eső véget. Ennyi.
Már nem aki beül, mert aki beül, az a menye, hanem az asszony. Ez majd lehet, hogy mindig neki. Mindjárt jó. Nem akar összetartani.